amikor tavaly már ősztáján merült fel, azt hiszem, hogy olyan jó lenne egy önképes kohortást tartani, az első félelmet bennünk akkor jelentkeztek. Ugyanis végig gondoltuk azt, hogy nagyon jó lenne, de a napi teendőink mellett vajon hogy bírjuk ezt, ha megcsinálni, hogy egy egész képzés, meg az önképesekkel a kapcsolattartás, meg az az egész, ami ezzel jár. És hát nagyon örülök, és nagyon köszönöm a régi önképeseinknek, mert hozzájuk fordultunk először, és akik azt mondták, hogy igen, csináljátok, itt vagyunk és segítünk, és így mertünk először is gondolkodni rajta. Aztán nagy köszönet a múzeum vezetésének is, mert hogy májustól Marika itt van a csapatunkban, és azért mindannyian láttátok és érzékeltétek, hogy ennek a képzésnek, ennek az egésznek Marika motorja. Tehát az, hogy ő itt van velünk, ez nagyon-nagyon sokat lendített, és nagyban csökkentette a félelmeinket. Úgyhogy ezek után mertünk lejönni nyár elején a Talentum Egyesület vezetőivel, Krisztával, és közösen kitaláltuk, hogy hogy is legyen ez a toborzás, ez a képzés. És akkor meg is hirdettük nyáron, tessék csak nyugodtan, és akkor megint jelentkeztek a mi félelmeink, hogy mi lesz velünk, ha több száz önkéntes megrohan bennünket, mit csinálunk majd azzal a rengeteg emberrel, meg hogy hogy lesz. Aztán felfordult az idő, eljött az augusztus vége, és nagyon lassan kezdtetek jelentkezni. Akkor megjöttek a félelmek, mi lesz, ha nem is jelentkezik elég ember? Hát mi úgy körülbelül 40 főt szerettünk volna így bekapcsolni a múzeumi vérkeresésre. Aztán meghosszabbítottuk egy kicsit a jelentkezési határidőt, és lám, szeptember közepére, amikor lejöttünk, ott emlékeztek a közösségi térbe, 58 jelentkezővel ültünk le. Azt gondoltuk, hogy nem baj, majd olyan kemény eligazítást tartunk, és elriasztunk majd egy pár embert, hogy úgy az a 40 fő maradjon meg, de nem nagyon riadtatok el. Ez az igazság. Úgyhogy elkezdtük szépen a képzés időpontjait, és hétről hétre jöttek az előadók, és jöttetek ti is. Bement az egész képzés rendben, és akkor utána jöttek a mentorokkal a gyakorlások, és a ti izgalmaitok egyre nőttek, mert hogy a vizsga következett. Hát ti attól féltetek, hogy vajon elbukik valaki a vizsgán, bevallom, mi is féltünk. Nem attól, hogy ki nem mentek át, mert benneteket kiképeztünk, az rendben van. Hanem amikor a Marica megcsinálta azt a vizsga beosztást, és az a hét, hát az elég túlvára sikerült reggeltől estig vizsga, megmondom őszintén, az én legnagyobb félelmem az volt, hogy mekkora lesz az eltullás majd a vizsgáztatók körében. Mert azért, ha belegondoltok, reggeltől estig hallgatni Móra életrajzát, tehát az már komoly személyiség korlátokat tud okozni. De hála Istennek megvolt a vizsga, meg megvolt a fótvizsga, és a vizsgáztatók közül egy sem hullott ki. Hála Istennek, itt vannak most is közöttünk, köszönjük szépen. És most értünk ide a végére, ami egyben a kezdete is. Mert hogy a képzés véget ért, a mi félelmeink is lelapadtak, és tulajdonképpen örülhetünk annak, hogy van 32 fő levizsgázott önkéntes hálózatvezető, és van 8 fő, aki még vár a vizsgával egy kicsit, vagy ha nem is vizsgázik le, akkor más területet tudja munkákat segíteni. És ez a 32 meg 8, az pontosan az a 40 fő, amit mi nyáron kitűztünk magunknak, amire a Krisztályi tengerét kaptak. Úgyhogy én azt mondom, hogyha az 5 éves tervben ilyen pontosan be tudták volna tervezni a létszámot, hát az egy csuda. Úgyhogy a legtitkosabb vágyaik is ilyen pontosan teljesülnek, mint ahogy most ez teljesül. Úgyhogy köszönet mindenkinek, és nincs más dolgunk, mint örülni. Úgyhogy én most megkérem fogasok igazgató urat, hogy örüljön velünk egy pár szóval. Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Móra Ferenc Múzeumban. Azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagyon nagy nap, hogy Csilla szépen fölvezette, hiszen mindenkinek megvoltak a maga félelmei, vizsgázóknak és vizsgázatoknak is egyaránt. De azt gondolom, hogy túl vagyunk most már ezen, és hogy abban a részben tudunk már csak ünnepelni kell és örülni kell ennek. De azt gondolom, hogy egy mai magyar modern múzeum nehezen képzelhető el már az önkéntesek segítsége nélkül. A Móra Ferenc Múzeumban 2010 óta vannak önkéntesek, akik már igazi öreg veteránként segítik a múzeum munkáját. Viszont
egyre több olyan szerencsére, egyre több olyan rendezvényünk, tárlatai, nagy kiállításaink vannak, amelyek az elengedhetetlen, ezt a létszámot tovább tudjuk bővíteni, minél több embert tudjunk bevonni ebbe az önkéntes körbe, hiszen elég csak mondjuk a múzeumok éjszakájára gondolni, akkor, amikor 8-10-12-15 ezer ember kell egyszerre koordinálni egy éjszaka folyamán, hogy gyakorlatilag nem lehet megoldani azt a múzeum létszámával, tehát nagyon-nagyon nagy szükség van, és tényleg elképzelhetetlen a múzeum működése már az önkéntesek segítség és támogatása nélkül. Éppen ezért szeretném megköszönni mindenkinek, aki jelentkezett és aki itt van, hiszen én azt gondolom, hogy nem csak a múzeumnak, nem csak az önkénteseknek jó az, hogy itt lehetnek, hanem a múzeum számára egy óriás és hatalmas segítség. És éppen ezért szeretném megköszönni a mentoroknak is a munkáját, hiszen ők, akik részt vettek a kiképzésben, akik felkészítették az újakat, nevezzük így, azért az nagyon nagy dolog és nagyon nagy teljesítmény. Valamint amire külön örülök az, hogy nagyon sok fiatalt látok, hogy jó érzés, hiszen a múzeumnak egy fő célja, és az egyik legnehezebb küldetéssel bevonni mindig az új és újabb generációkat, az új fiatalokat, hiszen mindig mások az elképzelések, az elvárások, és ennek nehéz megfelelni, hiszen a múzeum nem éppen egy mondjuk kívülről egy modern, gyorsan változó intézmény, talán az egyik előnye is ez. De nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a hangot a mai fiatalokkal, és meg tudjuk őket szólítani. Tehát azért is örülök, hogy ilyen sok fiatal úgy közöttünk. Nem is rabolnám tovább az idejét mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és itt vagytok velünk, és eredményes munkát kívánok a múzeumban. Köszönöm szépen! Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon szépen köszönjük Fogas Otto igazgató úr szavait, illetve Csilla szavait. És most szeretném felkérni együttműködő partnerünket, akik nélkül ez a képzés nem valósulhatott meg, a Talentum Alapítvány részéről Zsivkovics Jenes Krisztina ügyvezető igazgatót. Köszöntök én is mindenkit, és nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen sokan vagytok. Tényleg döbbenetes egyébként, hogy Csilla is nagyon nagy lelkesedéssel számolt be róla. Valóban ez volt, hogy így számoltunk jobbról balról, hogy mennyien lesznek. Én abban kapaszkodnék bele, amit a Csilla először elkezdett mondani, hogy tényleg, amikor például nekünk is kórházi önkéntes programunk van, akkor vannak a régi önkénteseink, meg az új önkénteseink, de ennek most itt vége van. Mindentől kezdve tárlatvezető önkéntesek vannak, és önkéntesek lesznek és vannak a múzeumban, hiszen most a két csapat összeért, egy csapattá fogtok válni, és valóban egy előkészítés, egy felkészítés az véget ért. Beléptetek a küszöbön, a múzeum intézményébe, egy olyan világban, amivel így szeretetek volna megérkezni. Ezért nagyon sokat letettetek szerintem az asztalra azzal, hogy készültetek, dolgoztatok, küzdöttetek a vizsgákkal. És egyébként szerintem példaértékű, már 2010-ben is, akkor elkezdtük, ez példaértékű volt, ahogy egy intézmény az utcáról jövő idegeneket elkezd bevezetni és hasznosítani tényleg jó dolgokra, és rájön arra, hogy mindenki nagyon jól jár az önkéntesekkel, hiszen szint és új gondolatokat, meg energiát hoztuk a múzeum számára, és ti is nyilván nagyon sokat nyertek, és ez az idei program is számomra nagyon nagy élmény volt. Hiszen sok más, mint önkéntes közben sok más programunk, önkéntes programunk van, és az nagyon látszik, hogy az intézmények nagyon nehezen nyitják ki a kapuikat az önkéntesek felé, hiszen sokkal inkább egy ilyen hierarchikus, minden munkatársnak megvan a helye, nem könnyű bekerülni egy intézménybe, de a múzeum nagyon-nagyon rugalmas egyébként, és nagyon jó a stáb mögötte, hogy tényleg a kiállításoknak a rendezői, a tárlatvezetők, a stáb, mindenki mögé állt annak. Én nekem egy nagyon nagy élmény egyébként, elmondom őszintén dolgozni a múzeummal, nagyon szeretek bejárni, és tudjátok, ez a mániám, hogy a hátsó ajtón közlekedni, egy fantasztikus dolog. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rátok, és a múzeumra is, és arra is, hogy a Talentum Alapítvány ennek részese lehet, és egyébként országosan is ezt általában képviselni szoktuk olyan múzeumok, meg olyan intézmények felé, ahol még ez nincs jelen, és mintaértékű, azt hiszem, a szegedi program is. És meg azt szeretném a végén csak elmesélni, hogy a vizsgáztatás is óriási élmény volt. Ugye a néprajzi résznek a vizsgáztatásában vettem részt, és tényleg, ahogy mondta a Csilla, hogy mire az ember végighallgatja, és tökre megtanultam, és én is fogok tárlatot vezetni a munkatársaimnak, és már egy másik civil szervezet is bejelentkezett, hogy önkéntes tárlatvezetésre, szóval nem fogok kitüntetést és szerződést kapni, de köszönöm szépen a lehetőséget nektek, akik aznap vizsgáztatok. És akkor azt gondolom, hogy most már
önkéntesek lesztek, és akkor most kezdődik igazán a munka, amire készültetek, úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, múzeumnak meg élményeket így a csapattal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon sok mindent hallottunk szavakban, de azért nézzük vissza, én gondolom fotókon is az elmúlt időszakot, lesz mit felidézni. Úgyhogy egy kis technikai beállás követően, hát ilyen volt a 2017 júliusában, júliusától induló múzeumi önkéntes tárlatvezető program, ami szerintem egy fantasztikus időszak volt, és reméljük, hogy mindannyian így értékelitek, és a folytatás is hasonlóképpen ilyen lesz. Hát ugye, amit már Csilla is, illetve igazgató úr is elmondott, szükségünk van rátok, mint múzeum, mi vagyunk a sziget, ahova lehet jönni, és hát van, hogy Mohamed jön ugye a hegyhez, ti is jöttetek hozzánk, és ezt úgy gondoljuk, hogy egy kölcsönös tapasztalás, egy kölcsönös segítségnyújtás, innentől kezdve egyetve 2010 óta a múzeum életében. Hát így kezdődött, hogy amit terveztünk nagyon komolyan, sokszor 40 fokban fenn a foglalkoztató teremben, kollégákkal, illetve önkénteseinkkel együtt gondoltuk át, hogy mi is legyen a képzési program, miről szóljon, úgyhogy nagyon nagy segítséget nyújtottak akkor is már a múzeumi önkéntesek. És ez is egy megbeszélés, igen, ezt a helységet annyira még nem ismeritek, de biztos, hogy nagyon sokan be fogtok jönni az irodánkba. És hát amit ti először láttatok, ugye a toborzó, ki plakáton, ki Facebookon, ki honlapon, de Anita például nagyon-nagyon sokat segített ebben a folyamatban, úgyhogy örülünk, hogy ilyen sokatokhoz eljutott a hír. És hát ugye meg is tartottuk a tájékoztató alkalmat, ahol 58-an voltunk, mint ahogy az Csilla is emlegette. Hát jó sokan azért, de befértünk, sok jó kis helyen is elfért. Bocsánat, valakinek mit akarom, nem tudok hová. És hát az első képzési alkalom ugye szeptember 20-a, Krista az önkéntességről tartott ugye bevezetőt. Miért is legyünk múzeumi önkéntesek, Csizmazián jelentitek Máriát. Nem látom Marit. Itt van Mari? Igen, majd befut. És hát egy nagyon jó játékban is részünk volt, ugye tanulgattuk egymás nevét, illetve hát körbevezetést tartottunk nektek a múzeumban, tudjuk, hogy az nem volt elég, mert rengetegen voltunk, főleg amikor az alapsorban a folyosókon mentünk végig, az eleje vezette a végét, és utána a vége az elejét, de biztos, hogy nagyon sokat fogtok még itt mozogni, úgyhogy majd mindent szépen megismerünk sorjában. És hát ugye kezdődött az első alkalom, képekben néhány fotóval illusztrálnánk. Ugye még azért egy kicsit mindenki meg volt szeppenben, de már kötődtek a kapcsolatok, én úgy gondolom. És hát bemutatkoztak múzeumi önkénteseink is, akikre szerintem jó volt eltekinteni, mint elődök, illetve hát a csapat tagjai. Sok új arccal találkozhattatok, sok új névvel, bevalljuk, nekünk is nagy kihívás volt, hogy megtanuljuk a neveiteket. Szerintem a vizsgai időszak volt erre a legideálisabb, hogy megtanuljuk. És hát ugye kétfelé kellett osztanunk, mert hát azért ennek a teremnek is van egy befogadó képessége. A második alkalommal ugye a múzeum történetről, módszertani előadásokat hallgathattatok meg ugye a múzeum kollégáitól, illetve hát megtörtént az első bemutató tárlatvezetés a Mura emlékszobában. És hát a kérdőívek szerint az egyik legnépszerűbb előadó, Dr. Megyesi Konstantin tudományos igazgató helyettesünk volt, hát nem kérdés szerintem, mindenki nagyon figyelt és jegyzetelt, ugye ezt láttuk minden alkalommal, és hát a lelkes hallgatóságban kollégák is helyet foglaltak természetesen, és hát ahogy elhangzott, mi is rengeteget tanulhattunk. Tehát ez nagyon jó volt. Még akkor talán nem ismertétek a teremőreinket, de néha ők is beültek, nagyon élvezték. Ez számukra is egy abszolút facilitátor lehetőség volt. És hát az szintén az egyik legközkedvetebb előadónk, Eger és Anitát is meghallgathatjuk a múzeum tárlatvezetési módszertanról. És hát ugye meghallgathatunk egy elméletet, ami olyan sokszor előkerült, hogy a jéghegy elmélet
mi az, ami kilátszik a vízfelszínen, és mi az, ami a mélyben van. És engedjétek meg, hogy egy számomra nagyon kedves idézettel folytassam, ugyanis Herceg Imre Tamás egyik önkéntesünk azt mondta, hogy hát igen, tanultunk a jéghegy módszerről, de azért volt idő, hogy csak egy hegykodó jégkockának éreztük a tudásunkat, és ez most úgy gondolom, hogy egy jéghegyé nőtte ki magát, és fog tovább részülni a jövőben, úgyhogy ez szerintem nagyon szenzációs folyam volt. És hát a harmadik olyan közkedvet múzeumi kolléganőnk Krassói Anikó tartott Móráról ugye bevezetést, illetve bemutató tárlatvezetést, úgyhogy mindenki nagyon-nagyon élvezte, én ezt vettem le a kérdőidekből, illetve a visszaszólásokból is, és igaz ez az összes alkalomra. És hát mi is munkában vagyunk közben, csinálunk a a dokumentációt. Így van, nagyon szigorúan vezetjük. És hát a Móra Ferenc emlékszobába is már ugye bemutató tárlatvezetések, igaz, hogy két részletben kellene akkor megoldani. Igen. És hát közben, hogy ne csak a tanulásról szóljon a képzés, szeretjük volna egy kicsit betekintetek a programjainkba, és igyekeztünk olyan programokat szervezni nektek, ami csak nektek szól, és informatív is, ugyanakkor egy csapatépítő lehetőség is. Úgyhogy Potecki Istvánnak köszönjük az első ilyen csapatépítő programot, egy bemutató tárlatvezetést hallhattatok a plakát kiállításban. És hát sok érdekességet megtudhattunk, ugye? A harmadik képzés alkalom október 4-én szerintem nagyon emlékezetes volt Henrik László, a Hüvik Múzeum múzeumpedagógusa, múzeumpedagógiai osztályvezetőjétől, illetve hát a képzőművészeti kiállítást itt a díszpermet mutatta be nekünk Szabó András, aki itt van, most jelen van, örülünk neki. És hát Laci, akit először említettem, ugye Henrik László rendszeresen jóadunk, a 2010, a 2011-es és a mostani képzésbe is elhívtuk. Mindenkinek mindig nagy tapasztalat az ő előadása, előadás módja, én úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas volt. És hát nagyon sok érdekes tudással gazdagodtunk, nyugodtan rázzátok a fejeteket, ha nem így van. És hát ugye Szabó Andrásnak is nagyon szépen köszönjük a bemutató tárlatvezetést, ami nem hiába írtam fel, az egyik legkeresettebb vizsga volt itt a múzeumban, a ti köreitekben. A negyedik képzési alkalmat kimentünk a Móra Ferenc Múzeum külső kiállító helyeire, Kass Galériába, illetve a Fekete Házba, és hát a Fekete Házon belül egy kicsit az önkéntes tárlatvezetés módszertanával ismerkedtünk. Ugye ezek voltak a Kass Galériában a képek. Ez egy nagyon rövid látogatás volt, majd még később is oda. Illetve hát az emberi kiállításban zajlott a harmadik bemutató tárlatvezetés. Dr. Tóth István és Krassói Anikó jó voltából, hát itt is egy kicsit szűkösen voltunk, de azért teljesen elbúgott mindenki az interjúr kiállítás, én úgy gondolom. Tehát látom, hogy azért kicsit sorakoztunk egymás mögött, de nagyon figyeltünk. Tudom, hogy sokatoknak inkább a hanganyag segített itt a betanulásnál, mert nem tudtatok odaférni. De erre januárban tervezünk egy útalkalmat pont azért, hogy mindenki élőben újból meghallgathassa. És hát az önkéntes tárlatvezetés, ahogy már mondtam, Csinya Vinyáról is hallhatunk. Önkénteseink jó voltából egy izgalmas előadást, egy picit látjuk, illetve Júlikét, és Júlika is segített ezen az alkalmat. És hát ugye megtanultuk a módszertanon, hogy a szemléltető eszközök használata nagyon fontos, úgyhogy valaki ezt gyorsan elsajátítottam. És hát október 18-án tartunk az utolsó alkalmat, a néprajzi kiállításban, a Csak egy földünk van volt bemutató tárlatvezetés, illetve hát a vizsgatövetelményekkel, akkor kezdtünk meg igazából mélyebben ismerkedni. Szöget híros város, ugye, bemutató tárlatvezetés, sokan választották ezt a kiállítást, köszönjük szépen Dr. Bárkányi Jönszó igazgató helyettesnek, általános igazgató helyettesnek a bemutató tárlatvezetés. És hát
itt is azzal szembesültünk, hogy én a kiállításnak kívül tágasabb volt, hogy el is férjünk ilyen sokan, de azért beismertünk. És akkor csak egy fölünk van, ahol látott képet. Varmar más kollégán jó volt, ámból szólt a bemutató tárlatvezetés. És hát ugye kezdődött a felkészülési időszak, a képzés követően mentorokkal, itt például Rácz Zsókát láthatjátok a képet, a mentorunkat, illetve önkéntesünket. És hát volt, hogy ti saját vendégeket hívhattatok, akik előtt tartottatok bemutató tárlatvezetést. Úgy gondolom és nagyon remélem, hogy mind a két opció hasznos volt számotokra és egy jó tapasztalás. És még egy csapatépítő programot tartottunk a Kasgalériában, Kállai Ákos színház nevelési szakember jó voltából. Örülünk, hogy ennyien eljöttetek, nem tudott az egész csapat jönni, többen jeleztétek, hogy szeretnétek, hogyha szervezünk még egy alkalmat. Úgy gondoljuk, hogy a később érdekel biztos, hogy az egyik klub alkalmat erre lesz lehetőség, hogy részt vegyetek rajta. Hát ez nagyon-nagyon izgalmas volt, igazából más oldalról is ismerhettük meg egymást, mert még nem is ismertük egymást annyira, de azok, akik ott voltak, úgy gondolom, hogy kicsit el tudtak igazodni utána már egymáson. És hát csak kreatívan álltunk nyilván a feladatokhoz. És hát fantasztikus élőképek születtek. Itt ez a Pika volt, a Mózes sorozatban. Igen, és hát a várvatárt is beköszöntött, ugye mindenki nagyon várta már, a legpozitívabb értelemben, úgyhogy 5 kiállításban tettetek vizsgát, és többen 2 vizsgát is meg tudtok csinálni, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy teljesítmény, mind a kettő, úgyhogy hát mindenkinek gratulálunk. Úgyhogy néhány képben az Eteril kiállítás, ugye fantasztikus vizsgabizottságaink voltak minden alkalommal, tehát a sarat, és hogyha éppen velük akartatok szemlélni, akkor azt is megtehetnétek. Igen. És hát a kiskázók is fantasztikusak voltak természetesen. Móra Ferenc emlékszobában egy kiska részlet. És hát volt, hogy nagyon korán kezdtünk, ugye? Tehát azért a vizsgák viszonylag korán kezdődtek, úgyhogy docer annak, hogy nem voltak jó fényképezőgépeink. Ez a fotó jól mutatja, hogy tényleg ilyen sötét volt, amikor elkezdtük a reggeli vizsgázást. És úgy gondolom, hogy nagyon szép feleleteket és vezetéseket hallhattunk. És hát van akinek ugye egyből látogató korán volt a vizsgája, tehát nem szerettük volna, hogyha teljesen steril körülmények között kellene ezzel az élménnyel szembesülnötök, úgyhogy voltak látogatók, akik tettek is erről. És hát szemléltetésben sem volt hiány, hogy volt néhány kedvenc ruhadarabunk, vagy éppen szemléltető tárgyunk, de akár a Móra Cintoren könyvet is említhetném. Szóval nagyon-nagyon kreatívak voltatok. És hát néhány tinal képes, például a néprajzi kiállítás volt, vizsgázók. És hát ugye folyamatosan megörökítünk, mint ahogy láthatjátok, kicsivel fotózik. És hát én most ennyivel szeretném volna felidézni számotokra az elmúlt időszakot, és mindenkinek nagyon gratulálunk. Köszönjük a részvételt, és a legjobbakat kívánjuk kölcsönösen az elkövetkezendő időszakra. És akkor most szeretném felkérni a képzés szervezőit, igazgató urat, hogy akkor most a képzésben segítkező mentorokat, illetve múzeumi kollégákat riaszni. Szeretném először Csizmazi Jáné Vitták Máriának, a múzeum nyugalmazott közművelődési csoportvezetőjének átadni a kis ajándékunkat, de szerintem nincs ezt a marit, úgyhogy ezt kérdezik. Igen. Jó.
Szeretném Potecki Istvánt, a Móra Ferenc Múzeum önkéntesét ide szólítani. És nagyon Nagyon nem, mint az a fő múzeum.
Magyar Múzeumi munkatárs Kovács Lassói Andrú.
Is. Csurgó Zsuzsanna. Köszönöm szépen!
fogunk felkérni. Sárvány.
Amikor meghallottuk, hogy Móra Ferenc Múzeum önkéntes tárlatvezető programot indít, nagyon megjöttünk. Ha most körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy mennyien éltünk ezzel a kiváló lehetőséggel. Mindannyiunkban ott lakozik az az érzés, az a tudat, hogy mi motivál bennünket abban, hogy részt vegyünk az önkéntes tárlatvezető programon. Ebben lehetnek eltérő motivációk is, de egy biztos. Mindenki vágyott arra, hogy egy ilyen nagyszerű intézményben, mint a Móra Ferenc Múzeum, egyszer tárlatot vezessen. Vágytunk arra, hogy közelebb kerüljünk, és ezáltal jobban megismerjük a múzeum titokzatos világát, mi zajlik a múzeum színfalai között. Mindnyájunk számára kiváló alkalom nyílt arra, hogy szakképzett, tapasztalt oktatók segítségével megtanuljuk azokat az alapokat,
melyek alkalmazásával későbbiek folyamán a Móra Ferenc Múzeum egyes területein önkéntes tárlatvezetésünkkel részt vehetünk. Köszönet az oktatóinknak, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy előadásunkon jól érezzük magunkat, és hogy szakmailag felkészülhessünk. Olyan tárlatvezetők tartottak előadást, akik több éves tapasztalat és szakmai háttérrel rendelkeztek. Rávilágítottak a tárlatvezetés módszerére, múzeumi kommunikáció alapvető lényegére, sokat tanulhattunk a néprajzi tárgyak ismeretéről, gyűjteményekről, művészi alkotásokról, múzeum történetéről, múzeum igazgatókról, Fekete Ház történetéről, és még sok mindenről. A vezetőink rávezettek bennünket arra, hogy a vitrinekben, a kiállító termekben kihelyezett tárgyakat rajtunk keresztül lehet megszólaltatni. Ez a mi feladatunk. Ehhez persze az adott témával kapcsolatosan nagyon sok információ, tudás és háttérmunka szükséges. Meglátásom, hogy az önkéntes tárlatvezető programnak köszönhetően mindnyájan sokat nyertünk. Megválthattuk magunknak a Móra Ferenc Múzeum állandó belépőjét, ahol már nem csak vendégként, hanem tárlatvezetőként léphetjük át a műszakot. Köszönettel tartozunk a Móra Ferenc Múzeumnak, az önkéntes tárlatvezető program szervezőinek és felkészítő oktatóinknak, hogy lehetőséget teremtettek arra, hogy olyan emberek is részt vehessenek a múzeum tárlatvezetésében, akik nem rendelkeznek erre megfelelő iskolai végzettséggel. Itt jó van. De van egy nagy értékünk, a hatalmas lelkesedésünk, mellyel az itt tanultakat a Móra Ferenc Múzeum javára kívánunk fordítani. Köszönöm szépen! Köszönöm. A mai programunk első fele véget ért, most következzen egy kis, hát eddig meg volt szerintem a szellemi-lelki táplálék, úgyhogy most ezt követően kérlek felragyatok és legyetek a vendégeink a büfé asztalnál. Szokásos, igen. Szeretnénk titeket megvendégelni, ám ezt megelőzően még arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy menjünk ki egy csoportkétre, de a múzeum lépcsőjéhez nem kintre, hanem ide mentre mindenki látszódjon.